Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az idei, vagy iskolai szerinti utolsó hitanórára a Regnum Marianum ilyen egyesületet hagytam. Hát részben azért is, mert Mária hónapja van, és hát ez az a közösség, amelyhez én is tartozom, vagy legalábbis régebben sokkal elevenebb kapcsolatban voltam vele. Nem szerzetes rend, de egy fegyelmezett rendszabályokhoz kötött olyan lelkiségi csoportosulás, amely magyar földön a legősibbnek mondható, így az újkori időkben, és ugyanakkor nem is volt megszakadása még a kommunizmus idején sem, mert föld alatti munkát végeztünk. Hol is kezdjem, föl lehetne tenni a kérdést. A múlt század eleje, de még annak előtte, a 19. század vége óriási nagy föllendülést hozott Budapest életében, de ezzel együtt a megnőtt világváros kitermelte a maga periférián élő fiataljait, és a megdagadó nagy egyházközségek egyszerűen képtelenek voltak ellátni a lelkipásztori feladatokat, mert 40-50 ezres létszámú papíron bejegyzett egyházközségek voltak. Magától értetődően a külvárosi részekre már nem jutott erő. És valahol itt kezdődött, mert ott élt a fiatalság, voltak köztük hát konszolidáltabb családi körülmények között élők, de bizony voltak ilyen csirkefogó gyerekek is, és hát valahol így vezetik vissza, hogy a Városligetben egy ilyen sánta embert, egy ilyen fiatal elgáncsolt, és arra ment egy Solymos Oszkár nevű pap, és utána magához hívta, gyere már ide, gyerek, hát nem látod, hogy milyen nyomorék ezt még elgáncsolod? És akkor elkezdtek beszélgetni ezzel a gyerekkel, és aztán mondja neki, hogy hát hányan vagytok, akiket ti így ismersz? Hát mondja, vannak barátaim, és hát szabadidőnkben se tudjuk, hogy mi csináljunk. És hát a pap azt mondja, gyertek el hozzám. És elmentek egyre többen, és ez a hittanárok közé tartozott, ugyanis Budapesten már akkor is voltak önálló státusú hittanárok. Tehát nem kimondottan káplánok, plébánosok, hanem gimnáziumban, polgáriskolában, elemiskolában tanítottak, papok voltak. És ez a pap elmondta többinek, hogy szörnyű nagy baj van, hát mi nem is ismerjük az ifjúságot, elkallódik itt, valamit tennünk kellene. És megszólalt sokakban a lelkiismeret, és összeálltak, és azt mondták, hogy jó, mi szerveződjünk olyan Mária kongregáció szerűségé, hiszen ez az újkornak egy nagy, hát ilyen közösségbe tömörítő egyesületi rendszere volt, főként a jezsuiták alkalmazták, hogy különböző kongregációk, Mária kongregációk voltak, fiúk is voltak, nem csak lányok nyilván benne, és hát összejöttek, és hát adjuk neki ezt a nevet, hogy ő Filippinum, ugyanis a Néri Szent Fülöpnek a példája az úgy eszükbe volt, hogy hát az foglalkozott a fiatalokkal. Ez egy-két évig tartott, és hát egyre többen lettek, és fölfigyelt rájuk két nagy személyisége a magyar egyháznak. Egyik volt gróf Majlád Gusztáv, Erdély gyulafehérvári püspök, a másik meg Prohászka Otokár, aki abban az időben esztergomi spirituális volt, többeket tanított fiatal papokat, majd pedig hát egyetemi tanárként, székesfehérvári püspökként is kapcsolatban maradt velük. És ez a gróf Majlád Gusztáv egy nagyon jó lelkű, igazi, atyai erdélyi főpap volt, Pesten vett nekik egy házat a mai Damjanics utca 52-ben.
ez az utca kinyílik a Hősök terére. Tehát mind a mai napig megvan ott ez a ház, megvette egy házat, hogy gyertek ide, ha nem is olyan szerzetesi módon, hogy a benlakásos, de jöjjenek ide délután a gyerekek, foglalkozzatok velük, illetve hát akinek annyira nincs hova menni, csináltok egy internátust. Ezzel kezdődött, és ott a Damjanics utca 52-ben később kápolnát is létesítettek, és rendre oda jártak ezek a fiatalok délután, ugyan 10 éves kortól 18 éves korig fiúk, és hát nem csak tanultak, hanem mindenféle okosságra tanították őket, zenére, bábjátékra, színházra, versmondásra, kirándulásra, és így tovább. És Prohászka Otokár, aki hát egyébként is lelki, igazgató, spirituális volt, melléjük állt, és megadta nekik a nagy szellemiséget, hogy hát mit akarunk mi. És az első ilyen írások egyikéből, amit akkor írt még Prohászka Otokár a meginduló Regnum Marianumnak, ugyanis közben nevet változtatott ez az intézmény, Rómába bejegyezték, fölvette a Regnum Marianum nevet a Filippinum helyett, mert Szent István gondolata élt bennük, hogy Szent István egyébként is azt akarta, hogy ez az ország Máriának legyen ajánlva, hát akkor mi is csináljunk egy ilyen Mária országa közösséget. És abban az időben úgy volt, hogy ha a Mária kongregáció létesült, valamelyik Mária ünnephez kötötték a fogadalmi ünnepüket, vagy a fő ünnepüket. Hát ez a Regnum Marianum a december 8-ához a szeplőtelen fogantatás ünnepét kapcsolta a fő ünnepét, mind a mai napig a Regnumnak ez a közösségi ünnepe. Összejöttek, tehát egyre ismertebbé kezdtek válni, és hát miután ott az még ilyen préri volt, tehát nem volt ám úgy beépítve a Hősök tere, mint mostan mindenféle iroda és középületekkel, hanem még akácfák, meg hasonlók is voltak, mint a ligetben. És hát ilyen költői módon ezt írta rögtön a meginduláskor Prohászka Otokár. Az apostoli szeretet olyan, mint az akácfa, szívós, erős, kemény, életereje, mesés, igényeiben puritán, megterem mindenütt. Ha kivágják törzsit, minden gyökérszála új törzset fakaszt. Bolondja a napsugárnak, ábrándos és gyönyörittas, mikor virágzik, lombja a csupa, libegő szár, mintha repülni akarna, virágja duzzadó fürtökben omlik ágaira, gyűlöli a homályt, úgyhogy maga is csak vékonyka árnyékot vet, gyümölcse, méz megállítja a szakadó partot, terjeszkedő pusztát, a futó homokot, s amellett igénytelen, oly szerény, hiszen akácfa. Szeretném a világba kültörni, hogy hallja meg mindenki, hogy a budapesti középiskolák ifjúságának, az ifjúság buzgalmának és vallásosságának van már egy központja Budapesten, Damjanics utcának 50. számú házában. 10 év múlva, amikor már folyóirataik voltak, komoly egyesületté alakultak, akkor ezt írja. Régen volt az, mikor tárcát írtam az újságba, ugyanis az újságjuk a Zászlón című újság volt, arról a bizonyos Damjanics utcai akácfáról, mely beleereszti gyökereit a városlégeti homokba, s kiterjeszti ágait nem csak a főváros végre, hanem sok-sok utcájára, valahogyan egész Magyarországra. Ez az akácfa Regnum Marianum intézet. Katolikus közéletünk alapja, de alakja, nagy alakja, Prohászka Otokár írta ezt. És hát ők is meghatározták önmagukat, amikor a Regnum úgy létesült, ugyanis olyan 10-12 atya rögtön a kezdetén már hozzájuk társult, és akkor azt mondták, hogy fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk mi. És ezt mondták. Ki akarjuk gyógyítani az ifjúságot a lelki sorvadásból, a kételj, a hitetlenség, életuntság kétségbeeséséből.
Éjjelünk, nappalunk, imáink, prédikációink, ünnepélyeink, színdarabjaink ennek a célnak szolgálatába vannak állítva. Ez a mi életünk és gyönyörűségünk. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez a fejtegetés kevésbé kielégítő általános jellegénél fogva, szükségesnek véljük figyelmét fölhívni arra, hogy amilyen általánosnak látszik a Regnum Marianum céljainak ilyetén megjelölése, épp oly mélyen járó meghatározója az a keretében folyó élet egész értékének és tartalmának. Vagy így, vagy se, hogy ezt mondjuk. És hát, ha lehetne röviden teológiai szempontból is meghatározniuk, mit akartak, azt mondták, hogy a természetes életre, a természetes erkölcsi erényekre kell építeni, és azt fogja fölemelni az Isten kegyelme. Grácia supponit naturam, az Isten kegyelme fölemeli a természetet. És ennél fogva ezek, hogy így mondjam, a normális papok társasága volt. Ezek nem csápoltak, nem estek transzba, nem voltak mindenféle látomásaik. Ők maguk is ilyen két lábbal a földön álló emberek voltak, és azt mondták, hogy a fiataloknak is azt kell, hogy először egy általános becsületesség, egy általános emberi tartás, igazmondás, őszinteség, jellemesség, munkaszeretet hát legyen a tulajdonságuk, utána lehet arról beszélni, hogy fölemeljük őket a keresztény élet magasabb régióiba. Tehát ez volt az alapja, és mind a mai igaz, hogy keressük meg azokat a fontos erkölcsi tulajdonságokat, ami mindenütt a világon szükséges, hogy emberi kultúra legyen, és utána beszéljünk a kereszténységről. És ez így helyes, mert nem mímelni kell a kereszténységet, hanem egy általános értékrendre kell ráhangolódni. És ebben az időben kezdett el a cserkészet Magyarországon. A Regnum előbb kezdett az ifjúsággal foglalkozni, mint a cserkészet, mert később jött be, talán 1908-10-es években, de miután nagyon találkozott a két gondolat, amit a cserkészet akart az ifjúsággal és a Regnum, rögtön, hogy így mondjam, beszálltak a cserkészetnek a gondolat és nevelési körébe, és a Regnum lett a hármas számú cserkész csapat Magyarországon. A protestánsoknak is lett, de a Regnum, ilyen Regnum Marianum, katolikus ifjúság közösség lett a hármas számú cserkész csapat, és hát nem kisebb egyéniség, mint egy Sík Sándor, aki egyébként piarista tanár volt, és beszállt mind a Regnumba, mind a cserkészetbe, és nekik céljuk az volt, hogy megkeresztelik a cserkészetet, mert azért az nem minden szempontból volt keresztény, már csak úgy is, hogy értékrendszerében, hiszen látjuk a mostani világban, például külföldön van olyan cserkészet, hogy kihagyja az Isten nevét. Tehát úgy akarnak ők ifjúságot nevelni, hogy meg se említsük a vallást, meg a keresztény dolgokat, hanem hát csak úgy udvariasság, becsületesség és így tovább. Na most ők azt mondták, hogy igen, de keresztény alapokon legyen cserkészet, és ez tartott egészen a 40-es évekig, akkor akár csak a Leventéket, ugyanúgy a cserkészetet is nagyon militarizálták. Közeledett a háború, Magyarországnak nem lehetett rendes hadserege, Trianon azt is hát megtiltotta, csak kis létszámú, és hát a magyar állam törekedett arra, hogy minél több hadra kész fiatalja legyen, ha más nem ilyen bújtatott módon, hogy Leventéket képez, vagy a cserkészetet is egy kicsikét katonásítja. És ebben az időben úgy szétváltak az útjaik a Regnum Marianum tagjainak és a cserkészetek. Nem vesztek össze, de azt mondták, hogy mi azért nem akarjuk azt, hogy a mi fiataljaink hát ilyen kis katonák legyenek, hanem legyen rend és fegyelmezettség, de ugyanakkor legyen egyfajta szabadság is. És miután ezek pesti gyerekek voltak, hát nagyon sokat vitték őket a kirándulni és a természetbe, akik hát így elkezdték ott az életet. És a cserkészetnek volt rögtön egy nagyon nagy
ilyen teljesítményét, akkor még Nagy Magyarország volt, fölmentek a Vágra, még akik cserkészek voltak, vagy ezt tudjuk az ifjúság történetből, hogy ez egy nagyon híres, hogy végig tutajozták a Vágot, lejöttek valahol a Dunán, és hát ott volt Sík Sándor köztük is a többiek, a cserkészetnek ez egy nagy attrakciója volt, hogy kinn a természetbe heteket töltöttek el a fiatalok, hát ami azelőtt ismeretlen volt számuk, mert a paraszt gyerek az kint kapált kaszált a mezőn, de a pesti gyerek bizony be volt szorítva a a régi kőházak közé. És hát a Sík Sándor mégis fogalmazta, hogy mit akar azzal a cserkészettel, amit ő fölvállalt, mint a Regnum Marianumhoz tartozó pap. Tudni, a Regnum Marianumban nem csak azok a hittanárok voltak később, hanem voltak köztük szerzetes papok is, és hát más egyházmegyékből jöttek is. Gondolok itt például egy Werner Alajos híres egyházzenészre, majd szót ejtek róla, illetve a kalocsai származású Kosterzic József is, akiről elneveztem a Koster atya díjat, mert itt két díj van, nálunk van a Kunst József díj a pedagógusoknak, hitoktatóknak meg a Koster atya díj. Kosterzic József itt van eltemetve a kalocsai papi temetőben. Ő az Amerikánának, a Szent Imre intézetnek volt főiskolai tanára, nagyon sok jó könyvet írt, ma is olvasható jó könyveket írt Kosterzic József, és hát ő is benne volt, úgy becézték, ott adtak neveket, hogy Koster atya, ez lett a neve. Na most visszatérek itten a Sík Sándorra, ezt írja. A cserkészet korunknak elemi pedagógiai szükségletéből született, közhelyé vált frázis. A mai iskola nem nevel az életre, már ezt akkor is mondták. Annélkül, hogy ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozni akarnánk, senkitől sem vitatott tényként megállapíthatjuk, hogy a mai iskola rendszerünk minden ellenkező kísérlet is pedagógusok legjobbjainak szinte kétségbe esett erőfeszítése ellenére is lényegében intellektuális oktató intézmény, hú, bár ma is ilyen volna, amely az ismeretek közlése után idejének, energiájának aránylag ellenyészően csekély részét fordítja a test fejlesztésére, de talán még ennél is kevesebbet arra, ami minden idők nagy pedagógusainak szemében e kettőnél is sokkal fontosabb volt, erkölcsi nevelésre, a jellemképzésre. Tegyük ehhez hozzá, hogy az életre szükséges vagy hasznos, apróbb, nagyobb gyakorlati ügyességének egész világa pedig jóformán mindenestül kívül esik a még olyan szélesen elgondolt iskolai munka keretein. És ez egy hosszú tanulmányból van idézve, ezt lehetne tovább folytatni, nagyon tanulságos lenne a mai oktatás számára is. Nagyon régen, egyszer, vagy 40 évvel ezelőtt utaztam a vonaton, és ilyen tanítók voltak a vonaton velem együtt az úti társaim, hát ők egymás közt beszélgettek, valószínűleg ilyen úttörő vezetők lettek, és hát már ilyen idősebb emberek, akik még ismerték a régi világot, és az egyik azt mondta, hogy hát tudjátok, hát mindent átvettünk a cserkészettől, csak nem mondjuk ki a nevét, ami jó az úttörőben mondta, az az öreg tanár, az mind a cserkészetből való. Csak már még az Isten nevét sem merjük kiejteni. Tehát az úttörő vagy a kisdobos ez nem magától termet, hanem onnét próbáltak sok mindent átvenni, hát persze nem olyan hatékonyan, mint a cserkészet tudta tenni, a jellemnevelésre gondolok. És hát ugyanebben az időben Prohász Kottokár ezt mondja, hogy magyar ifjúság, egy szavam van hozzád, szent, mint az evangélium, s elevenítő, mint az örök remény. Neked élned, virágoznod, boldogulnod kell, elharvadnod, elpusztulnod nem szabad. Igen, élned kell.
tekints a címlapra, mert a zászlók újságban ez volt. A szellemi világnak is vannak magaslatai, melynek úgy ragyognak, mint az alpesek örök csillagású kupjai. Vannak balzsamos, zamatos virányai, melyekben úgy gyülemlik föl az élet, mint fenyvesekben az illat. Ezek a kiváló, a nagy emberek, a legnagyobbak közt, megint azok, akik az élet, a boldogság tekintetében megütötték a mértéket, a szentek. Tehát nagy célokat tűztek ki az ifjúság elé, és ezt volt egy életnevű nyomdájuk, nagyon jó sok kis könyvet adtak ki az ifjúság számára, és háromféle folyóiratot. Amit felújítottak a rendszerváltás után, csak miután a mai ifjúság nem szeret olvasni, és nem is olvas már újságokat, hát bizony elsorvadtak. Egyik volt a zászlónk, aztán hát volt a kispajtás, és a nagyasszonyunk a későbbi lányok számára. A zászlónk annyira jó szerkesztett írás volt, van egy pár régi példányom, hogy az nem egy ilyen hitbuzgalmi lap volt, hogy ő, mit tudom én, áltatosság gyakorlatokat hozott, hanem megszólította az ifjúságot. Természettudományról, felfedezésekről, akkor irodalomról, és hát nyilván keresztény szempontból elemezte ezeket. Márai Sándor, aki hát fiatal korában ő maga is benne volt valamilyen fokon így a cserkészetben, és ő is olvasta a zászlónk újságot, mert igen nagy példányszámban jelent meg, azt írta, hogy nagyon jó szerkesztett ifjúsági lap volt. Tehát ő, mint egy öreg ismert író, visszatekintett és azt mondta, nagyon jó szerkesztett ifjúsági lap. És hát ezt a zászlónkat adták oda, eljutott a fiatalokhoz, és hát ezt olvasták, de volt a kispajtás a kisebb gyerekek számára, a nagyasszonyunk meg a lányifjúságnak. Először nyilván lányokkal nem foglalkoztak, mert először fiúkkal foglalkoztak. Igen ám, de a fiúk előbb-utóbb megnősülnek. És ők úgy vissza-vissza húzódtak oda, hogy hát gyerünk vissza. És akkor úgy előjött az, hogy hát jó lenne, hogyha a lány gyerekeinkkel is foglalkoznának. És lassan-lassan elkezdődött az is, hogy fiúkkal, lányokkal is elkezdtek foglalkozni. És hát még később még már a családokkal is, úgyhogy ilyen regnumi családok is vannak. És hát egyre jobban bővültek és nagyobbodtak. A következő módon épült fel a regnum, hogy korosztályonként voltak, ők így mondják, hogy rétegek. Tehát van a elemiskolásoknak, felső tagozatosoknak, gimnazistáknak rétegeik, hát most már följebb is, mert már van ilyen, hogy ősöknek a rétegebben idősebb emberek vannak, és azon belül vannak a népek. És miután például ugye a regnum is, vagy a cserkészet is szívesen adott ilyen neveket, hogy harkály, őrs, meg ilyen állatőrs, meg olyan állatőrs, ugye innét vett át az úttörő is. Hát ott is ezek a népek így lettek elnevezve. Az a nép, amivel én foglalkoztam, meg hát még valami kapcsolatom van velük, azok voltak a bukórécék. Tehát az olyan volt, hogy fiatalon elkezdtük, és hát tart mostanáig, és az volt a fő elvük, hogy a fiatalra a másik fiatal nagyobb hatást tud gyakorolni, mint az apja, anyja vagy a tanítója. Ezért az egyes népeknek egy 3-4-5 évvel idősebb vezetője van. Tehát vannak 10-12 éves gyerekek, akik vannak 11 csoportban, azoknak a vezetője 16-17 éves. És ez így megy fölfelé minden, tehát egy idősebb, de itt a vezetőket aztán képzik, tehát megadják nekik a instrukciókat, meg ők maguk is foglalkoznak ezzel, tehát rendszeresen minimum 2 hetente össze szoktak jönni, minimum, és aztán nyári táborok vannak, és megszervezik azt, hogy együtt lehessenek közös programokkal. Tehát ez egy nagyon hatékony dolog volt, hogy a fiatalra, a kicsit idősebb, nagyobb hatással van, mint egy öreg ember.
És hát ez mind a mai napig megvan, hogy vannak ilyen vezetők a népek között, a rétegek között, a papok mivel, hát most sincsenek van nagyon sokan, ugye 30-an talán a regnumban, sokkal több csoportosulás van, ennél fogva alig tudnak eljutni valamelyikhöz, tehát esetleg táborokba, vagy hasonló módon. Kezdett kiteljesedni a regnum a cserkészettel karöltve, a 33-as dzsembori az Gödöllőn volt egy óriási világtalálkozó volt a cserkészetnek, hát a regnum volt az egyik törzs csapata, annak a Teleki Pál is ott volt, amikor a világ minden tájékáról jöttek cserkészek Gödöllőre. És hát olyan nagyjá vált ez a közösség, egy meghatározott rendbe, hogy azt mondták, hogy kellene egy nagyobb templom. És hát aztán egy nagy templomot, itt meg is van nekem, építettek a Hősök terén, az lett a Regnum Marianum templom, ezt a 20-as évektől elkezdték építeni, és hát az alapjaiba betették, hogy a hálából a levert proletár, vagy a kommuni, mert ugye hát a kommun az egy pestis volt abban az időben. Tehát ezt kevesen tudják, hogy először, nem sokáig, a románoknak örültek a magyarok, mikor bejöttek Erdélyből. Nem sokáig, mert aztán rájöttek, hogy egy fosztogató banda, de körülbelül egy-két hétig örültek a románoknak, hogy leverik a kommunt. Mert hát az kegyetlen volt, hát egy kalocsaiaknak nem kell mondani, ugye? Na most leverték a kommunt, és hát annak emlékére is, de inkább a regnumnak egy óriási, nagy ilyen bazilika stílusú templomot építettek. Nagyon nagy temploma volt ez a Regnum Marianumnak, de oda jártak a hívek is. És amikor hát jött a kommunista éra, Rákosinak az nagyon nem tetszett, oda akart egyébként is a Stalin szobrát állítani, úgyhogy azt a templomot felrobbantották. Vannak is róla képek, valami két napig ott robbangatták, szörnyű volt, egy gyönyörű, szép nagy templomot felrobbantottak, és hát ott lett aztán a fölvulási tér, ott lett aztán Stalinnak a szobra, és a rendszerváltás után voltak, akik vissza akarták építeni, például egy ilyen volt regnumi atya is, a Keglevics atya, de hát az esztergomi egyházi hatóság azt mondta, hogy templomot oda kell építeni, ahol lelkipásztori szüksége van egy templomnak. Akkoron, amikor az épült, akkor nagy szükség volt rá, mert ott volt a regnum. De most tele van irodahelyiségekkel, tele van minden olyan intézmény, amiben éjszaka vagy este ember nem lakik. Tehát nincs értelme oda templomot építeni, úgyhogy nem építettek, hanem maradott, van ott egy kereszt, egy nagy emlékmű, ott van, hogy itt állt a regnumnak a temploma. Tehát ezt jó, ha tudjuk, hogy ez a Regnum Marianumé volt, és amikor jött a kommunizmus, hát az minden egyesületet föloszlatott, 48-ban államosította az iskolákat, 50-ben megvonta a szerzeteseknek a működési engedélyét, és hát ugye sor került a Regnumra is, kilakoltatták a Damjanich utcai házból az atyákat, menjenek ahova látnak, nem szabad ifjúsággal foglalkozni, csak hogy ők ezt nem tették meg, hanem ekkor jött egy új időszak, hogy titkon elkezdtek foglalkozni. Tehát az ifjúsággal titkon foglalkoztak, és hát külön volt egy ilyen fejezete a regnumnak, hogy van a disziplina arcani, vagyis a titkosság, a diszkréció, hogy ezt a legnagyobb titokban kell végezni, mert különben ránk csapnak, és hát föloszlatnak, vagy börtönbe csuknak bennünket. Úgyhogy ez így volt egészen a rendszerváltásig, nem mentünk templomokba, hanem házaknál voltunk, nem lehetett senkinek fölírni a címét, nem írtuk föl, hogy kinek mi a címe, telefonszámot sem meg tudta jegyezni, az ember megjegyezte, semmit föl nem lehetett írni, senkinek a nevét, nem mentünk be egyszerre egy házba, mondjuk Pesten, hanem szanaszétszórva leengedtük a redőnyöket, utána úgy jöttünk el este,
ezt még én is megéltem, mert én is bekerültem, egy próbaidő után kerülhetett valaki be a Regnumba, miután kipróbálták őt, hogy közénk való, mert ugye a titkos rendőrség előszeretettel tett be besúgókat minden ilyen közösségbe. Sok mindent tudtak a Regnumról, de azért nagy volt a titoktartás, és hát foglalkoztak így az ifjúsággal titkon. És hát volt három per is, egyik volt 61-ben, mert először a nagy szerzetes rendek ellen, meg a hierarchi ellen, akkor még hagyták egy kicsit létezni a Regnumot, már olyan értelemben, hogy azonnal nem csukták le őket. 61-ben, 64-ben és 71-ben volt az utolsó per, amiben hát a papokat, több papot és civileket is börtönre csuktak. Ezt csak úgy azért mondom el, hogy éppen ma is valakivel találkoztam, nosztalgiázott a Kádár rendszerről. Hát mondom, én nem nosztalgiázok a Kádár rendszer iránt. Fogalmuk se volt az embereknek arról, hogyha valaki mást mert mondani vagy tenni, azt abban a pillanatban hát megfegyelmezték. És hát így volt a Werner Alajos is, aki nemhogy országos, hanem merjük mondani, hogyha ő nem ebben a korban, ő világhírű zenész, és Rómába végzett, Godard gyontatója volt, Bárdossal, Harmat Artúrral barátságban, kétszer ült börtönbe. És az a mise, amit szoktunk énekelni, a Mercedes mise, ő azt ott komponált a fejbe. A múltkori hittanóra alapján most már tudjuk, a Maria Mercedes, ugye? A fogoly kiváltó, ő azért írta ott a Mercedes misét, hogy ő fogoly volt a börtönbe. És ott írta meg fejbe. Még cigán dallam is van benne, valamelyik tételben, mert egyetlen gácsoktottan hallotta énekelni, és hát mivel azok is rabtársak voltak, még abból is tett be egy kicsikét a Mercedes misébe, ünnepélyesebb, mint a Szigeti Kilián miséje. Nagyszerű ilyen Gregorián értő volt, kiváló ember volt, Mária remetén halt meg a második börtön büntetése után. Tehát papok, civilek le voltak csukva abba az időbe, és hát az utolsókig figyelték, és akik a Regnum papjai voltak, azok plébániát nem kaptak. Tehát én azért voltam a rendszerváltási káplán, mert tudták rólam, és ha marad az az idő, még mindig az vagyok, nem ülök itten. Tehát káplán voltam végig, mert ugye ezt tudták, hogy még bázisos, így mondták annak idején, és hát bizony rendőrséget is megjártam egy párszor. Na most ezt azért mondom, hogy tudjunk róla arra, hogy mi volt abban az időben, mert hát az általában már posványos volt az idő, jó, ez nekünk, ez a szocializmus itt van, eszegettünk, dolgozgattunk, biztonságban, minden, de nem gondoltuk azt, hogy akkor zűrlött le az ország teljességgel. Ugye? Abban az időben eladósodott, gyerekek nem születtek, és így tovább. Na most a Regnum az próbálta tartani valamit az ifjúságban, és amikor 91-ben jött a pápa, hogy meg tudott telni a Népstadion, mert ha emlékszünk rá, megtelt az ifjúsága, az a Regnumnak volt köszönhető. Előszedte azokat a fiatalokat, akikkel közben dolgozott, mert itt már megszűnt a hittan, iskolákban megtűnt, a 80-as években, se gimnáziumban, nagyon már jártás iskolában se volt hittan. Teljes elsorvadás volt már 80-as évek végére, és hogy mégis meg tudták telíteni, meg a Nagymaros volt, tehát nagyjából a Regnumnak volt köszönhető, hogy ezt tette abban az időben, és hát ugye mind a mai napig összejönnek, foglalkoznak szabadabb légkörbe az ifjúsággal. És hát ennek ez a rendszere, hogy foglalkoznak a fiatalokkal, az idősebb fiatalok, és ez így megy tovább, és hát miután már elmúltak az évek, mert több mint 100 éves ez az intézmény, most már nagyon idős emberek is vannak benne, akik később komoly pozíciókhoz jutottak, tehát kórházigazgatók lettek a rendszerváltás után, meg ilyenek, akik nagyon komoly beosztásban, mint regnumi emberek dolgoztak. És hát a ilyen formán ugye őrizték ezt a szellemiséget, és próbálták a gyermekeiket is vinni, meg a
a családtagjaikat is bevinni a regnumba, mert hát így fogalmazták meg a regnumnak a főszabályai. Azt mondták, az egyház része elkötelezett közösség. Római katolikus egyház hitével teljesen ugyanazt vallja. Nincs önálló vagy különálló hittanya, dogmatikája, ugyanazt vallja. Hűségesen őrzi alapítónknak a Mária tiszteletét, ezért is ugye a Regnum Marianum. Az ifjúság nevelés hagyományait, adottságait elsődleges munkának tartja, így fogja össze a közösséget. Aztán, hogy egymásért felelősséget vállalunk, vezérlő elve, hogy a kegyelem a természetre épül. Tehát amit mondtam, hogy először áltás becsületessége legyen annak a gyereknek, és arra épüljön rá a természet fölötti rend. Istennel való kapcsolatot mélyíteni kell, az imádságot, legyen lelki vezetőjük, vegyenek részt lelki gyakorlaton. Jókedv, öröm a természet szeretete. És hát mindenkinek legyen lelki vezetője. Én egy-két atyát el szoktam vinni a Regnum december 8-a ünnepére, most már a bazilikába tartjuk, mondom, gyertek, nézzétek meg, már elvittem őket, hogy milyenek. Még el nem kezdődik a mise, azok is gyerekek zsibonganak, mint a gyerekek. Elkezdődik a mise, rend és fegyelem van. Ott a 4 éves, 3 éves gyerek se szaladgál. Mint sok helyütt a megyek, hogy szabadjára engedik, össze-vissza megy a gyerek, mert hát hagyjuk, hogy annak ne a szabjunk átad. Ott a 4 éves gyerek is, akkor ott van az anyja ölébe, vagy ott leül. Előtte, utána is előtt azok is gyerekek, és ha kell, akkor elevenek meg, zsibonganak is. Tehát azért is szoktam elvinni, mondom, gyertek el, atyák, nézzétek meg, hogy lehet azért az ifjúsága, mert nem világot rengető nagy közösség. Ezen 2500 tagja van most a mai napokban is, és hát ezek összejárnak, és hát ezt elvárják a tagjaiktól, hogy a fegyelmet azt itt is gyakorolják. Hát például voltak a táborok, ott nem lehetett közbe enni, tehát volt reggel, délbe, este. Amit kiszedett, meg kellett tenni. Volt a László Gábor, hát nagy, sok legendás atya volt, börtönviselt emberek, Emődi Laci bácsi, sokan mások. Az azt csinálta, nem ette meg a gyerek a paprikás krumplit, nagyjátok ide a maradékokat. Összeszedte és ő megette, és többet soha nem hagyták ott a gyerekek. Mert ott, ugye nem jó így, most hallom, ugye, hogy dobálják el a gyerekek az iskolába, kapják a, mit tudom én, a sajtkrémet, minden, eldobálják, összekenik a falat, elő nem fordulhatott. Nem ette meg, amit kiszedett, nagyjátok ide. Öreg pap megette, és többet nem csinálták azt. Amit kiszedsz, azt megeszed. Akkor mit tudom én, mentek az erdőbe, na most megyünk 2-3 kilométert úgy, hogy senki nem beszél. Hallgatjuk a patak csopogását, meg a madárfüttyöt. És meg lehet csinálni a gyerekekkel. Hogy valami fegyelem legyen a gyerekekben, és sok minden más fegyelmezési dolgot is tanítottak, hogy hogy kell a gyerekre ráhatni, hogy kell neki célt adni, és vele foglalkozni, hogy ne az legyen, hogy engem, mint a mostani pedagógiai iskolában van, hogy nem szabad a gyerek elé gátakat tenni, amit akar csináljon, nehogy aztán itten megsértődjön, meg mit tudom én, jöjjön a szülő, meg följelentsen az ombudsmannál. Nem. Ha valaki azt nem tudta elfogadni, akkor megköszönték azt, hogy ott van közöttük. És hát ugyanígy hát a spiritualitásban, és előírták azt, hogy mindenki képezze magát. Tehát ez egy alapvető feladat volt, gyereknek, vezetőnek képeznie kellett magát. Be is kellett róla számolni, mit olvasott, milyen dolgokat művelt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a képzésre igen nagy súlyt fektettek, hogy mindenki képezze magát, aki a Regnumnak a közösségében van. No, hát ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert tényleg ez a legősibb magyar ilyen lelkiségi
csoportosulás Magyarországon több mint 100 éves már, és a kommunista időknek is, hogy így mondjam, az idején a nehézség közepette is, de tartották és tették a feladatukat, hogy legyen valami átmentés arra az időre, amikor szabadabb időket érünk. Hát most már a Szent István Bazilikában jönnek össze. Egyébként a 16. kerületben van egy Regnum Marianum templom, ez a rendszerváltás után épült föl, amikor letették az alapkövet, épp akkor volt a taxis sztrájk. Hát alig tudtunk oda menni, mert minden utcát ott lezártak, emlékez, aki mondjuk Pesten volt, azt tudja. Alig lehetett oda menni, és pont akkora volt időzítve, hogy letesszük az új Regnum Marianumnak az alapkövét, ez a 16. kerületben van. Ott van egy templom, és mellette egy ház, ahol a fiatalok rendszeresen találkoznak, ott kiállítások is vannak, kereszténység, magyar kultúra, minden értéknek, hát hogy így mondjam, az igenlése ott van ebben a házban, tehát azt kérik, hogy jó magyarok is legyenek, ez is cél, jó keresztények és jó magyarok legyenek. És minden évben vannak abszolút kezdők, kisgyerekek, akik legelőször leteszik a fogadalmukat, megválasszák az évemberét is, és mindenki, aki felnőtt, ott van, a fogadalmát ő is újra megújítja. Ez egy imádság Szűz Máriához szól, mivel hogy ez a neve, hogy Regnum Marianum. És hát én ezt az imádságot imádságként olvasnám föl. Ez a Regnumnak az imádsága, van himnusza is neki, ami hát majdnem hasonlít a cserkész himnuszhoz, ugyanúgy a jókedvet, a lelkiséget és a elkötelezettséget hangsúlyozza, úgy kell, Mária édesanyánk, seregek, dolozeng ma az égig, és így folytatódik egy ilyen ütemes ének. Na most én ezzel az imádsággal fejezném be, és egyúttal le is zárnám a mostani hittanóránkat. Szent Szűz, Isten anyja Mária, Isten jelenlétében a diadalmas szentek, a szenvedésben tisztuló lelkek, és Isten népe küzdő közösségében készségesen eléd állok. Védj föl hűséges híveid seregébe. Anyám, fogadd el ígéretemet, őszinte lelkiismerettel, tiszta lélekkel és kitartó lelkesedéssel akarok szolgálni veled, Jézus Urunk dicsőségére és testvéreim javára. Kérlek, légy velem imádságomban és munkámban, hogy lendületemmel és örömömet megőrizzem, soha el ne fáradjak és fásuljak. Jó indulatú legyek mindig és mindenkivel, így téged követve halálomig hűséges maradjak. Jézus által az Atyához. Amen. Dicsértes.